Két ütemben valósul meg a Csokonai és a Rózsa utcákban a gázvezetékek javítása és cseréje. Az EON munkatársai hétfőn kezdték meg a területen a munkát. A rekonstrukció 2-3 hétig tart. Az EON szakemberei felmérték az éves karbantartás során a Csokonai és a Rózsa utca gázvezetékeinek állapotát. Ezt követően vált indokolta az érintett szakaszon található középnyomású 250 mm átmérőjű gázvezetékek cseréje. Az EON hivatalos közleménye szerint forgalomkorlátozás lesz a munkálatok ideje alatt. Az első ütemben a Csokonai utca elején teljes útzár várható a kettes házszámig, így a Rózsa utcából a Csokonai utcába ez idő alatt nem lehet behajtani. A Csokonai utca a Hevesi és a Bartók Béla utca felől közelíthető meg. A lezárás a Rózsa utcai szakaszt nem érinti. Az útfelbontással járó munkálatok időtartama alatt gázszünet nem lesz, az a megszokott módon vehető igénybe. Mindössze a tényleges hiba elhárításnak az idejére néhány órára szünetel majd a földgáz szolgáltatás. Ennek az időpontjáról azok, akiket érint, majd szórólap útján előzetes tájékoztatást kapnak majd. Ezt követően pedig, amikor a munkálatok befejeződtek, természetesen az EON gondoskodik a felbontott burkolat helyreállításáról és a környezet rendezéséről az eredeti állapotnak megfelelően.